azért jöttünk ide ki erre a vasútvonalra, ezzel a motorkocsival, mert ez egy 95 éves motorkocsi, és ennek a vasútvonalnak, ami 1950 épült, hogy a 20-as évektől kezdve ezek a fajta motorkocsik jártak itt egészen a 80-as évek elején, amikor megjelentek a csehszlovák PZ motorvonalok. Tehát gyakorlatilag 50 évig ez a fajta jármű járt ezen a pályán. Szentestől Fábián Sebestyénig, amelyik része most haladunk, itt már kicseréltük a síneket korszerűbb nagyobb sínekre, de azért még megmaradt az a mellékvonali hangulat, az öklődés, hanem majd Fábián Sebestyén után lehet bele kóstolni abba az igazi mellékvonali romantikába, hogy a 9 méteres sínen hogyan fut a 6 méter tengertávolságú motorkocsi. Tehát az tényleg egy olyan utazási élmény, egy olyan korhű pályán, ami a nagyszüleink, dédszüleinknek a korában röpít bennünket vissza. Akkor kedves utasok, Fábián Sebestyén volt állomáson haladunk át, ez nem megálló hely. Bal oldalt, ha kinézünk a vonatból, akkor láthatjuk a meglévő épületeket együtt. És már ugye lassít a vonat, mert mindjárt elmegyünk a régi vágányra. Itt egy régi faáró raktár meg van őrizve, és akkor itt pedig a régi állomás épület, tehát mint hangsúlyoztam, megállóhelyként üzemel tovább, mert 2009-ben létszám racionalizálás miatt itt a szolgáltató már megszűnhette, és a mellékvágányokat felszették, tehát itt vonatok már nem találkozhatnak, csak elindulnak és megállnak utasok le- és felszállása céljából. Ha jobbra kinézünk, akkor pedig itt volt a híres Fábián Sebestyén átláthalomnak vasútvonalnak a helye, most sajnos csak egy gaz van, illetve az elágazás biztosító őrház mellett mentünk el, és akkor itt a templom háta mögött kanyarodott ki, és valamikor az Árpád halmi uradalomnak a céljait szolgálta ez a szárnyvonal, 1973-ban szedték fel. És most figyeljenek nagyon, hogy hogyan változik meg a vonatnak a hangja, ugyanis ez az eredeti 117 éves pálya, Magyarország legöregebb üzemelő vasútvonala. Kedves utasai, Gádoros állomáson vagyunk, ez a végállomás. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy velünk van. Köszönöm szépen! Tartsuk meg a pilótákat is! Nem hagyományos vasútutazáson veszünk részt. Túl rövidek a sínek. Annak ellenére, hogy csak 30 km-es sebességgel haladunk, nagyon köszög a vonat. Mi lehet az oka? Az az oka, hogy Magyarország legutolsó eredeti helyi értekű vasúti pályáját mutathatunk. Ez a vasútvonal 1950 megépült, már a 10-es évek elején annyit fejlődött a technika, hogy 12 méter hosszú sínek is készültek, de hát nyilván egy 10 éves vasútvonalat nem fognak még egyszer korszerűsíteni, úgyhogy majd a 20-as években, a Horthy rendszer idején fejlődött annyit a vasgyártás, hogy 22 méter hosszú síneket tudtak már engedelni, és a mai napig ez a magyar szabvány, tehát a 24 méter hosszú sín. Mi a munkálatunk következtében, vagy munkálatunk eredményeként már 24 méter hosszú színeket építünk be. Amikor már Fábián Sebestyént elhagyjuk, az még innen is vagy 6-7 kilométer, akkor még elveszhetjük ezt a rosszabb javonatúzást. Hát magában a motorkocsiban a motor volt egy zseniális, meg a váltó mű, amúgy meg egyre kényelmesebb lesz, sokkal kevesebbet fogunk zöldkülődni, de ezt majd az András elmondja. Úgy volt, hogy jön a Széchenyi László, a motorkocsiról majd a vasút történeti emlékhelyen 35-ben. A most már elérhető légifelvételeket, 50-es, 60-as évekből elérhető interneten fellévő légifelvételeket néz az ember, megdöbbentően sok tagja volt, és nagyon sok ezer ember lakott tanul. Ugye nyilván azoknak az embereknek volt valamilyen szintű utazási igénye, de hát annak idején ezen a vasútvonalon nagyon sok megállóhely volt. Tehát körülbelül a megállóhelyek felét azt felszámolták, vagy azért, mert
örülök, a tanyát elhagytam, vagy azért, mert a 70-es évektől kezdve a közlekedéspolitika által a vasútvonalnal párhuzamosan indított autóbuszjáratokra akarták a népet tolni át, és bizony olyan helyeket is szültek meg megállóhelyek, ahol a mai napig lakott tanyák bajonok vannak, a megállóhelyet felszámolták, és az autóbuszok hoztak létre a plusz megállóhelyet. Ez tisztán közlekedéspolitika. Ez akkori döntéshozó döntése volt, és sajnos azóta sem fordult meg a tendencia, tehát a közlekedés politika a jelen pillanatban is ezeket a szánykorokat az autóbusz közlekedés részben.